Bányász megemlékezést tartottak és átadták az elkészült beruházásukat Mázán a hétvégén. Megkoszorúzták a szénbányászok emléktábláját, majd új utat adtak át a térség országgyűlési képviselője és a megyei önkormányzat elnöke részvételével. A bányászat sok mindent adott a megyébenek, az itt élőknek, a település formáló erőt jelentett, hiszen városok népesedtek be, új utcák, városrészek, kolóniák épültek, de a megye gazdasági fejlődéséhez is vitathatatlanul sokat tett hozzá a bánya, hiszen a vasútépítések, a nagy útépítések is mind a bányászat felívelő korszakában készültek el a megyében. Ezért fontos megemlékezni a bányászatról, az iparágban dolgozókról, mondta a megyei elnök. A csapadékvíz elvezetés is megújult Mázán, amihez a megyei önkormányzat támogatást nyújtott. Több mint 6 milliárd forintból számos helyen valósult meg csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítése megyében, nem csak a nagyobb városokban, hanem a kisebb településeken. Itt Mázán összesen az elmúlt időszakban, beleértve a most megítélt támogatást is, mintegy 250 millió forint állt rendelkezésre csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítésre. De további forrásokhoz jutva a Magyar Falu programból még egy útszakasz is megújult Mázán. A térség országgyűlési képviselője azt mondta az ünnepségen, hogy hasznosulni fog a szénvagyon, amit még rejt a föld Baranya megyében. Nem egy környezetpusztító, a szént fűtésre használó kitermelésre gondolok, hanem sokkal inkább arra, hogy a szént, mint alapanyagot, amit egyébként sok más dologhoz fel lehet használni, még a gyógyszeripar is használ ilyen típusú alapanyagot. Tudomány meg fogja teremteni azokat a feltételeket, hogy az az ásványkincs vagyon, ami itt ebben a térségben van, azt környezetkímélő módon tudjuk hasznosítani. Nem biztos, hogy az én aktív politikusi életemben lesz, sőt, valószínű nem így lesz, de hogy eljön ez a világ, az egész biztos. A mázai beruházások közül ez az utca 160 méteren kapott új felületet. Az út mentén pedig a csapadékvíz elvezető árkot burkolták le.